A nemzetközi jogszabályok szerint Brüsszel egy tagjelölt országtól sem kérheti, hogy akadályozza meg saját termelőinek terjeszkedését Oroszországban. Az Európai Unió úgy véli, hogy a tagjelölt országoknak szolidaritásból nem lenne szabad elfoglalniuk az orosz kivitelre termelő európaiak helyét a piacon. Ha majd az EU-nak kell szolidaritást mutatnia valamelyik tagjelölt országgal, ugyanúgy fog viszonyulni az adott országhoz, mint amilyen mértékben az szolidaritást vállalt az EU-val. Szerbia eddig is sok terméket szállított Oroszországba, és ha Brüsszelre hallgatva megszüntetné vagy lecsökkenteni a kivitelt, azzal veszélybe sodorná saját termelőinek megélhetését. Nekünk ez lehetőség a túlélésre, mivel egy két nagyon nehéz év után vagyunk, és most már én úgy gondolom, mi is így voltunk vele, hogy teljesen kifogytunk a pénzből, tehát itt már hitelre kellett volna leszedni az almát, hogyha nem jelentkeznek a vevők. És most így egy kis pénzhez tudunk jutni itt szezon előtt, és abból le tudjuk vezényülni az almaszedést, a ládavásárlást, meg a hasonló kiadásokat. Mert azért nagy pénzekről van szó, eleve láda 55 dinár darabja, és az valószínűleg még megy is följebb szezonban. Rasim Jaic kereskedelmi miniszter korábban bejelentette, hogy idén megnövekedett a mezőgazdasági termékek oroszországi exportja, eddig ugyanis 117 millió dollár értékű volt az export, amely az év végéig elérheti a 300 millió dolláros értéket is. A kérdés csak az, hogy Szerbia ki tudja elégíteni az orosz piac minőségi és mennyiségi elvárásait. Szerbia csak annyit tud kiszállítani, amit megtermelt, ha bár most volna lehetőség sokkal többre. Amiről ugye előbb kellett volna gondolkozni, hogy több új ültetvényt, nagyobb támogatásokat adni a földműveseknek, hogy tudjanak telepíteni, mert nem olcsó mulatság. A hazai termékek kivitele nagyon fontos Szerbiának, mondta Rasim Jaic, majd hozzátette, hogy a legszigorúbb büntetésre számíthatnak azok, akik az Európai Unióból származó termékeket akarnak Szerbián keresztül szállítani Oroszországba.